Új őrület van a neten, én már Magyarországon is Ice Bucket Challenge, vagyis jeges-vizes kihívás. Egy amerikai civil szervezet támogatására indult, és sikeres. Az Egyesület tavaly augusztusig csak 25 ezer dollárt tudott összeszedni, idén viszont július végéig az akciónak köszönhetően 2 millió 300 ezer dollárnál járnak. De van már ellenmozgalom is, és sok híresség, meg Kubatov Gábor és Deutsch Tamás, László Pár riportja. Néhány hete tele van az amerikai közösségi média olyan videókkal és képekkel, amelyeken emberek egy vödör vagy még több jeget, hideg vizet borítanak a fejükre. Úgy hívják a dolgot, hogy Ice Bucket Challenge, vagyis jeges-vizes kihívás. Ő volt az első, aki kitalálta. A 27 éves Corey Griffin egy barátjával, az ALS-ben szenvedő Pete Frantessen indította az akciót. Az ALS, vagyis amiotrófiás laterál szklerózis egy olyan gyógyíthatatlan, ráadásul halálos betegség, amely az akaratlagosan mozgatható izmokat beidegző agyi és gerincvelői mozgató idegsejteket pusztítja, mondja dr. Pavlik Gábor. Először kismértékű, először helyi, perifériás, ilyen végtag rendellenességekben nyilvánul meg, aztán egyre inkább előre halad, légzésbénulás következhet be, beszédzavarok, és sajnos hát ez egy ilyen előre haladó folyamat, amelynek gyakorlatilag valóban gyógyszerét nem tudjuk. 100 000-ből 5 ember szenved benne, és Pete Fratesnek ez van. 2012-ben diagnosztizálták, és mára már sem járni, sem beszélni nem tud. Az akció lényege egyébként, hogy aki részt vesz benne, az leönti magát egy vödör jéggel, aztán felszólít másokat, hogy csinálják utána. Ha nem hajlandóak rá, akkor pedig ajánljanak fel 100 dollárt az említett betegség ellen küzdő egyesületnek. Amerika szinte minden celebe csatlakozott az akcióhoz. A Facebookon pedig akkor kezdett el igazán terjedni, amikor Mark Zuckerberg is leöntötte magát. És a kihívott Bill Gates olyan videót rittyentett, amelyet többször is vissza kell nézni, hogy minden finomságát megértsük. Nem beszélve arról, hogy a legalább 3 kamera, amelyekkel az eseményt rögzítették, és a hozzájuk tartozó személyzet, no meg az állványzat, biztosan drágább, mint a minimálisan adható 100 dollár. Igaz, azért tegyük hozzá, hogy Bill Gates a világ egyik legnagyobb adományozója. De beszállt az egykori elnök, George Bush is. That check is for me. I don't want to ruin my hairstyle. Utóda Obama pedig azonnal utalt, és persze megtiltotta a kormánya tagjainak, hogy locsolgassanak. Pásztori Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó, ő sem vizezte össze magát. Azt mondja, az a baj, hogy a jeges vízről több szó esik, mint a betegségről és annak kutatásáról. Ezért inkább utalt, de a kampány szerinte jó. Az emberekben megvan a szándék, és aki teheti, az adományos, csak sokszor nem találják meg azt az ügyet, amely mondjuk megérint őket, amelyben úgy érzik, hogy érintettek lennének. Dóra a Suhany Alapítványnak is dolgozik, tudja, milyen pénzt gyűjteni. Sok kicsi adományból gyűjtöttünk össze olyan összegeket, amelyből sportolásra alkalmas kerekesszékeket tudtunk venni. Vagyis sok kicsi sokra megy. Igaz, a videók egy részéből egyáltalán nem derül ki, hogy akkor most kinek is adott pénzt a leöntött. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, láthatóan inkább kihívásnak tekintette a dolgot. Azt ugyan megjelölte, hogy többek között Deutsch Tamást hívja ki, de arról szó sem esik, hogy mennyit és hová adományozott. Ez egy nagy dolog. Igaz, az MTK elnöke már beszél a pénzről. 100 000-et kap az alapítvány tőle. És vannak a vicces videók. Azok, akiknek még ez sem sikerült. Ezek a videók pedig már sokakat zavarnak. Olyannyira, hogy már el is indult a No Ice Bucket Challenge mozgalom. 4 alapszabálya van. Ne önts magadra jeget, ne posztolj magadról videót vagy fotót a közösségi médiában, csak adakozz egy jótékonysági szervezetnek, kérd erre a rokonaidat és a barátaidat is, esetleg ha tényleg hiszel a céljukban, jelentkezz önkéntesnek. És készülj fel, jutalmul nem fogsz lájkokat kapni. László Pál, Hír 24.